klub filozófiája, a sportolót nevelni, nem kinevezni kell. Az Alba Régia Atlétikai Klub fennállásának 100. évfordulóját ünnepelték a Városháza dísztermében pénteken. Az 1924-ben alapított egyesület az évek során rengeteg hazai és nemzetközi sikert könyvelhetett el. Több mint 700 magyar bajnokot és számtalan világbajnoki és olimpiai sportolót nevelt ki a klub. Most a Városháza dísztermében tartja az ARAK ezt a jubileumi szép diszközgyűlését, és ebben a teremben minden ennek a városnak a történelméről szól, ami több mint 1000 év történelmét foglalja össze. Nehéz tehát ebben önálló fejezetet kapni, még a sportéleten belül is nehéz, hiszen az is elég gazdag, de az ARAK azt hiszem, hogy ezzel a 100 évvel kiérdemelte, hogy meghatározó közössége legyen ennek a városnak, és a közösség szót aláhúznám. Székesfehérvár polgármestere kiemelte, a közösség mindig is erőssége volt az ARAK-nak. Erre bizonyíték a díszteremben összegyűlt emberek sokasága, akik az évek során valahogy mindig kötődtek az egyesülethez. A város sportéletében jelentős szerepet játszó atlétikai klub a rendszerváltás előtt a Videoton SC szakosztályaként működött, amelynek megszűnése után 1993. decemberében újból felvette az ARAK nevet, és önálló sportegyesületként rövid időn belül az egyik legeredményesebb atlétikai klub lett Magyarországon. Így a pénteki ünnepségen nem csak 100., hanem 30. jubileumot is ünnepeltek. Vissza kell gondolnunk arra, hogy amikor 100 évvel ezelőtt megalakították ezt az egyesületet, akkor milyen körülmények között és mi volt a célja ennek a döntésnek. Másodszorban pedig az, hogy az elmúlt 30 évről, amióta újra alakítottuk a klubot, milyen eredményeket értünk el, és ezt a két fontos dátumot ünnepeljük ma, mert ünnepelni jöttünk össze. Ez nagyon sok eredmény van, amit most majd méltatunk is. Az ARAK 100. évfordulójának ünneplését egy sportnappal koronázza meg, amelyre május 31-én pénteken kerül majd sor a Bregyóközi Regionális Atlétikai Központban.